Mi nem akarjuk megbántani a hívők érzéseit. Információkeresésünk során hatalmas mennyiségű anyagot találtunk, de látva annak sokféleségét, igyekeztünk a leghitelesebb és legmegbízhatóbb forrásokra támaszkodni. A közölt tényeknek köszönhetően ön is meggyőződhet az okokról és a következményekről. A Vatikán városa. A világ legkisebb szuverén állama, amelyet a legnagyobb titokzatosság övez. A katolicizmus nemzetközi központja. A Szent Szék. Apró mérete ellenére olyan befolyással bír a világra, amelyet bármelyik vezető állam megirigyelhetne. A médiának köszönhetően valószínűleg már kialakult róla a saját véleménye. Talán még tiszteletteljes hozzáállása is van. De mennyire objektív? És mi áll mögötte? Nézzük tehát a tényeket. Itt az ideje, hogy felfedjük a Vatikán titkait. Ma a következő információkat kaphatjuk hivatalos forrásokból a Vatikánról. Vatikán város egy törpe enklávészerű állam, amely Róma területén található. A legfelsőbb egyházi vezetés a Szent Szék székhelye. A Szent Szék az egyetemes katolikus egyház központja, élén a római pápával. A nemzetközi jog alanyaként jogosult részt venni a nemzetközi jogalkotásban, hivatalos kapcsolatot létesíteni államokkal és nemzetközi szervezetekkel. A Szent Szék egyik küldetésének tekinti a jogi alapokon nyugvó béke megteremtését és az emberi jogok tiszteletben tartását. Diplomáciai kapcsolatokat tart fenn 179 országgal, és számos nemzetközi szervezetben vesz részt. Állandó megfigyelőként vesz részt az Egyesült Nemzetek Szervezetében. Vatikán városa, a Vatikán hegyen található. Egy változat szerint a hegy a nevét az etruszk halálistennő, Vatika, tiszteletére kapta. Egy másik változat szerint ezen a helyen etruszk jósok hirdették jóslataikat, Vaticination. Ezen a helyen volt Néró cirkusza is, ahol Krisztus első követői fájdalmas halált haltak, vadállatok tépték szét őket, a nép és a császár látványosságaként. A Szent Szék élén a pápa áll. Soroljuk fel címeit, tisztségeit és az általa betöltött minisztériumokat. Róma püspöke. Jézus Krisztus helytartója. Az apostolok fejedelmének utóda. A világegyház főpapja. A nyugat pátriárkája. Olaszország prímása. Róma érsek metropolitája. Vatikán városállamának uralkodója. Isten szolgáinak szolgája. Nagypápa. A pápa primátusa vagy primátusa a pápa jelentőségére és tekintélyére vonatkozó keresztény tanítás. A katolikus egyház tanítása szerint a pápa primátusa abból következik, hogy ő Péter apostol utóda, aki ugyanezen egyház szerint Jézus Krisztus apostolainak feje. Ezek a hivalkodó szolgálatok és hivatalok arra szolgálnak, hogy megszilárdítsák uralmát az összes többi keresztény pap felett. Egyébként az ortodoxiában néhány pápát szentnek is tekintenek. A pápa rendelkezik a legfőbb kánoni, apostoli hatalommal az egyházban. Hit és erkölcs dolgában ő felügyeli a tanok tisztaságát, elutasítja az áltanokat, irányítja a hit terjesztését, a legmagasabb szinten rendelkezik az egyházi vagyon felett, összehívja az ökumenikus zsinatokat, vezeti az üléseket és jóváhagyja a döntéseiket. A pápát az egyházban a legfőbb bírói hatalom illeti meg. A bíborosok, nunciusok és a bűncselekményekkel vádolt püspökök az ő kizárólagos joghatósága alá tartoznak.
a pápa által hozott ítélet ellen tilos világi bírósághoz fordulni. És még egy nagyon fontos pont. A pápa gyakorolja a boldoggá és szenté avatás jogát. Ez az egyház hivatalos álláspontja. Most nézzük meg közelebbről a pápaság eredetének történetét. Ki kezdte el? Hogyan alakult ki? És mihez vezetett a mai napokban? Okok és a következmények. Általánosan elfogadott nézet, hogy az első pápa Péter volt. Ugyanaz a Péter, aki háromszor megtagadta tanítóját, Jézus Krisztust a letartóztatásának éjszakáján, akit Jézus kifának nevezett, ami követ jelent. Ugyanaz a Péter, aki Pállal együtt a Jézus Krisztus tanításain alapuló új vallás építészei és megalkotói voltak. Lapozzunk a pápák könyvéhez, a Liber Pontificalishoz, a pápák hivatalos életrajzához, ahol uralkodásuk évszázados története van összegyűjtve. Az első a listán Péter. Leírásában ezt az idézetet találjuk, ahogyan az én Uram, Jézus Krisztus nekem adta a hatalmat, hogy kormányozzak, kössek és oldjak, mondja Péter, úgy adom én is nektek, hogy sok minden fölé intézőket rendeljetek, akik az egyház munkáját folytatják. A forrás szerint Péter tehát a kormányzati hatalmat állítólag magától Jézus Krisztustól adta át a későbbi pápáknak. De hadd mondjam el, Jézus nem adhatott át semmilyen hatalmat Péternek. Azonoknál fogva, hogy ő maga sem rendelkezett vele. Jusson eszünkbe, miről is beszélt ő. Azt mondta, hogy csak e világ fejedelmének van hatalma ezen a világon. Emlékezzünk, hogyan kísértette a sátán 40 napon keresztül Jézus Krisztust a pusztában, és felajánlotta neki a királyok feletti királyságot. Mert én vagyok itt a világ fejedelme, mondta a sátán, és az enyém itt a hatalom. Jézus világosan megmutatta, hogy ki teszi a királyokat királyokká, és ki ad hatalmat a királyoknak. Mit tanított még Jézus? Egyenlőséget, egységet, a szeretet tisztaságát. Hogyan jussunk el Istenhez a szeretet ápolásán és a Szentlélek befogadásán keresztül? Ez egy belső független útja minden ember lelki átalakulásának. Mi köze van ehhez a hatalomnak? Ez összeegyeztethetetlen Isten szeretetével. Ez két szögesen ellentétes fogalom, mint egy út két vége, amely különböző irányba vezet, az Istenhez való eljutás vágya és a földi hatalom utáni vágy. És a választás az emberre van bízva, hogy merre menjen. A pápai évkönyvek szerint azonban a történelmi események láncolatának első láncszeme éppen a hatalom átadásával kezdődött, amelynek folytatásaként, mint a továbbiakban látni fogjuk, a következő 2000 évben pontosan a hatalomért folytatott küzdelem és annak megerősítése lesz, az alapja a pápák tetteinek minden kifejezett és rejtett indítékának. De milyenek voltak a pápák 2000 éven keresztül? A pápaság mindenkinek a figyelmét felkeltette, akinek bármilyen kapcsolata volt az egyházzal. A trónért harcoltak és gyilkoltak, eladták és megvették, és évszázadokon át intrikák szövődtek a pápa körül. Péter után két évezred alatt 265 pápa töltötte be a legfőbb pápai tisztséget. Milyenek voltak ezek az emberek? A múltba tekintve sokféle utalást találunk a forrásokban, szentírások, legendák, templomépítések, birtokügyek, bullák, reformáció, felemelkedések és letaszítások, viszályok, háborúk, gyilkosságok, szexbotrányok és teljes erkölcsi romlásra utaló esetek. És egyetlen, világosan elkülönülő vonal, mint egy fonál, amelyre a pápák összes életrajza felfűződik, látható a befolyásért folytatott folyamatos küzdelem, annak megerősödése és a legfőbb hatalom iránti hajthatatlan vágy. És egyetlen szó sem esik az Isten szeretetről.
mintha magának a pápaságnak az évszázados története, anélkül, hogy eltitkolná a kirívó oldalakat, leereszkedően utalna arra, hogy a pápák is emberek, és lehetnek gyengeségeik. Az egyetlen megoldhatatlan kérdés, hogy mi köze van ennek a szentélyavatási igényekhez, és milyen szentséget értünk ez alatt. A történelmet végigtekintve önkéntelenül is szembe ötlik néhány kirívólap. Sergius harmadik pápa elrendelte két elődjének megfojtását. 9. Benedeket a pokol ördögének nevezték, aki papnak öltözve érkezett. István hatodik meggyalázta elődje holttestét. A pornokrácia a pápai történelem egyik leghírhedtebb korszaka. Ebben az időszakban a római pápák kicsapongó életmódot folytattak, miközben egy bizonyos arisztokrata család befolyása alatt álltak. 6. Sándor, a sátán patikusaként, volt ismert. 5. Kelemen alatt különösen virágzott a szimónia. 12. Jánost az egyháztanács gyilkossággal, szentségtöréssel és incestus elkövetésével vádolta. 22. János vadászatot indított a boszorkányok és varázslók ellen. 23. Jánost az egyháztanács gyilkossággal, szentségtöréssel és incestus elkövetésével vádolta meg. Még egy 1501-ben tartott orgiát leíró gesztenye bankett is dokumentálva van. 4. Sixtus engedélyezte a szodómiát, és őt magát is megvádolták a szodómia bűnével. 8. Bonifác azt mondta, hogy a fiúkkal való intimitás nem nagy dolog. És így tovább. Fontos megjegyezni, hogy az 1054-ben bekövetkezett nagy skizma előtt egységes kereszténység volt, és a pápáknak nem volt akkora hatalmuk. Politikai befolyásuk jelentős megerősödése a kereszténység két ágra szakadása után következett be, a keleti ortodox egyházra és a nyugati római katolikus egyházra. Már 1096-ban II. Urbán pápa meghirdette az első keresztes hadjáratot. Ez volt a kezdete a 4 évszázadon át tartó véres, gyilkos háborúk sorozatának, amelyet a történelem keresztes hadjáratokként ismer. Isten akarja, kiáltásokkal emberek ezrei, akiket jámbor indulat ragadott el, válaszoltak a pápa felhívására. Ez a mondat aztán a keresztes lovagok csata kiáltása lett, amely utólag kegyetlenkedésekhez és gyilkosságokhoz vezetett. A második keresztes hadjáratot III. Eugen pápa kezdeményezte. Ő kiadott egy bullát az úgynevezett isteni feloldozásról. Ha elolvassuk a szöveget, láthatjuk a teljes jelentését az Isten nevével kapcsolatos szörnyűséges helyettesítéseknek és manipulációknak. A harmadik, negyedik, ötödik keresztes hadjáratot szintén a római pápák szervezték. ...1209-ben III. Innocent pápa keresztes hadjáratot hívott össze a katarok ellen, amelyet albigensiai keresztes hadjáratnak neveztek el. A római katolikus egyház által a katarok kiirtására kezdeményezett hadjáratsorozat 20 évig tartott, 1209-től 1229-ig. Ezeket a hadjáratokat a civilek embertelenül brutális lemészárlása jellemezte. 8 klasszikus keresztes hadjárat volt. De a katolicizmus akkori harci buzgalma más katonai akciókban is kifejeződött, amelyek száma összesen több mint 20 volt. Ezek 4 évszázadot öleltek át. És el kell ismerni, hogy a szent pápák voltak azok, akik mindvégig kulcs szerepet töltöttek be az új háborúk megindításában. A középkorban nem léteztek születési és halálozási statisztikák, így nem lehet pontosan meghatározni a keresztes háborúkban elesettek számát. Egyes források azonban 1 millió vagy annál is több ember haláláról számolnak be. Szent
Szent Inkvizíció. Gondoljon csak bele, mit jelent ez a két szó. Szentség, élet, szeretet és boldogság és inkvizíció, kínzás, fájdalom, szenvedés és halál. Hogyan lehet egyáltalán összeegyeztetni a kettőt? 1252-ben IV. Innocent pápa kiadta a kiirtásról szóló bullát. Ez hivatalosan felhatalmazta az inkvizíciót az eretnekséggel gyanúsítottak kínzására. És csak 1816-ban törölték el. Ez 564 évvel később történt. Több mint 5,5 évszázadon keresztül hivatalosan legalizálták az emberkínzás gyakorlatát. Ki legalizálta? Szeretném ezt megkérdezni. Ismétlem, a legfőbb pápák által jóvá hagyatott. Vagyis ugyanazokkal, akik szentté tették magukat. Jézus Krisztus földi helytartóival, akit egyébként szintén embertelen kínzásoknak vetettek alá azért, mert elhozta az embereknek Isten szeretetének és a lelki szabadságnak a megismerését. De hogyan lehetséges ez egyáltalán? Ennek semmi értelme. Mindezek a cselekedetek alapvetően ellentétesek az igazi szentséggel. Az inkvizíció áldozatainak száma még mindig nincs pontosan megállapítva, és a kutatók nézeteitől függően nagyon eltérőek. Ezért találhatunk utalásokat néhány tízezer és több millió emberre is. Ebben az időszakban rengeteg nőt is kiirtottak. Boszorkánysággal vádoltak és mágián égettek el. Az inkvizíció szörnyűséges nyomait ma is számos múzeum őrzi. Anaféma, ami annyit jelent, kiközösítés, száműzetés és kárhozat. Az anafémák gyakorlata évszázadok óta létezik. A pápák nem csak egyházi személyeket, hanem uralkodókat és világiakat is kiátkoztak. Az anafematizálás azt jelentette, hogy eretnekség miatt elkülönítették az egyháztól. A hívők számára nagyon fontos volt az egyházhoz tartozni, mert úgy gondolták, hogy csak így lehet megmenteni a lelket és a mennybe jutni. Ellenkező esetben az ember állítólag a pokorra kerül. Ha valaki nem értett egyet az egyházzal, és nem tartotta be annak posztulátumait, akkor szerintük Isten ellen van, és ki kell közösíteni és meg kell büntetni. Ez egy nagyon hatékony eszköz az emberek félelemmel való irányítására, hát nem igaz? Az ember fél, ezért engedelmeskedik. És itt megint egy másik dolog, ami nem világos. Hogyan tud egy szent ember, aki legyőzte magában a bűnt, megátkozni valakit, vagy rosszat kívánni? Az úgynevezett ördögűzésről nem is beszélve. Hogyan lehet valakit száműzni vagy eltávolítani Istentől, ha minden emberben ott van egy részecske belőle, vagyis a lelke? Mi a lényege annak a helyettesítésnek, amely Péterrel kezdődött el? A belsőből a külsőre cserélődött. A belső, a közvetlen utat Istenhez az ő hozzá való szereteten keresztül felváltotta a külsőre, amely szertartásokból, imádatból, áldozatokból, a papnak, a földi embernek, aki közvetítőként működött az ember és Isten között, való teljes alávetettségből és engedelmességből állt. De az ember igazi kapcsolata Istennel, ismételjük meg, a lelkén keresztül, a szeretet által történik. A pápák által aláírt bullák, a legfontosabb középkori pápai dokumentumok, szintén sokat elárulnak a pápákról. Többek között a következők szembetűnőek. Az inkvizíció felhatalmazása az eretnekséggel gyanúsítottak kínzására. A zsidók szent könyveinek elkobzása. Az egyházon kívül nincs üdvösség. A bűnök megbocsátása. A gettók bevezetése. A keresztényeknek megtiltása, hogy zsidókkal és muszlimokkal éljenek együtt. Az eretnekség elpusztításának szükségessége. Száműzetés. A pápa tévedhetetlenségének dogmája. Pontosabban, a pápa, Róma püspöke tévedhetetlenségének dogmája a hit és erkölcs területén. És ez a mai napig érvényben van. Az oldalain a következő sorokat találjuk.
a római pápa, amikor a szószékről beszél. A hit vagy az erkölcstant hirdet. Szavai önmagukban tévedhetetlenek. Meg tud-e békélni bármely épeszű ember egy ilyen dogmával, amely egy halandó embernek tulajdonítja istenföldi tulajdonságait? A pápaság történetében volt még egy oldal, amelyet nem lehet kihagyni. A bűnök elengedése. A katolikus egyházban a bűnök bocsánatára vonatkozó pápai oklevél, amelyet pénzzel lehetett megvásárolni. Ezt a papírt az élők, sőt a holtak bűneinek kiengesztelésére is meg lehetett vásárolni. Vagyis a pápák szerint a középkorban a lélek üdvösségét meg lehetett vásárolni tőlük. Ahhoz, hogy a dolgokat a nevükön nevezzük, a bűnbocsátás az emberiség által valaha ismert legnagyobb vallási csalás volt. A papok Isten nevével takarózva szemérmetlenül becsapták és meglopták az embereket, helyeket eladva a mennyben és kihúzva a pokol tüzéből. Csak azon tűnődöm, milyen hatalommal kellene rendelkeznie a pápának, hogy, amint az érme a dobozban megcsörren, a bűnös elhagyna a purgatóriumot. Egyetlen földi halandó ember sem adhat feloldozást senkinek, még a legkisebb bűn alól sem. Ez lehetetlen. És ezt tudnia kell minden embernek. Nincs értelme, ugye? Hogyan lehetséges ez? Háborúk, kínzás, gyilkosság, csalás, átkok, mennyei hely megvásárlása. A sötét középkor, azt mondják. Nos, hamarosan elérkezünk a modern időkhöz. A Szent Péter adománya vagy dénár a pápa javára évente kötelezően fizetendő adó volt, amelyet a világ számos országában Szent Péter napján szedtek be. A 8. században vezették be. Amint a papok biztosították és biztosítják ma is, az adományok nem csak a templom létének alapját képezik, hanem az ember lelki életének mutatói is. A modern egyházi adó eredete a Szent Péter adománya. Ma a magánszemélyek jövedelmére kivetett adó, amely egy adott vallási felekezet finanszírozását szolgálja, az államon keresztül. Számos országban létezik. Sokan fizetik, és észre sem veszik. Sőt, egyes országokban ez az adó nyíltan kötelező. Nem is olyan régen például a német katolikus egyház kiadott egy rendeletet, amely tulajdonképpen legalizálta azoknak a kiközösítését, akik megtagadják az egyházi adó megfizetését, akkor a katolikusok nem vehetnek részt az egyházi szertartásokon, nem gyónhatnak, nem áldozhatnak és nem lehetnek keresztszülők. Ahogy a mondás tartja, aki nem fizet, az nem hisz. Fizesse az adót, és nyugodtan higgyen. Szeretnék rávilágítani egy olyan sémára is, amely évszázadról évszázadra ismétlődik, és amelyről valószínűleg kevesen tudnak. Miért lett a vallás államvallássá? Mi az értelme, mi az oka, és mi állt mögötte? Az értelme pedig az, hogy az uralkodó kölcsönösen előnyös feltételekkel állapodik meg a vallási papokkal. Az uralkodó megkapja hatalmának elismerését, cserébe pedig védelmet, vagyont és hatalmat biztosít az egyháznak. Tehát a vallás államvallási státuszt nyer. Ez azt jelenti, hogy az ország teljes lakossága szabadon megtérhet a nyájába, és így biztos jövedelmet biztosít az egyháznak. Ráadásul a templomok építését és a jólétükről való gondoskodást mostantól az állam veszi át, ami azt jelenti, hogy az ezekre a szükségletekre szánt pénz az államkasszából származik. Vagyis az általunk befizetett adókból. Az uralkodó így emeli és erősíti a papság tekintélyét, és magas pozíciót biztosít számukra a társadalomban. És vegyük észre, hogy az egyház mindig mentesül az adók alól. Az állam védelme alá tartozik, és amikor engedetlen emberek vannak, az egyház nem szertartásos, és nem az állam büntető szerveinek segítségével oldja meg a problémákat. Minden sokkal egyszerűbbé vált, ha nem értesz egyet az egyház politikájával, akkor eretnek vagy. Ha nem vagy velünk, akkor ellenünk vagy, azaz Isten ellen. Ez a séma sokszor megismétlődött civilizációnk történetében, és még ma is működik.
megnyilvánult 1929-ben, amikor a Szentszék és Benito Mussolini olasz miniszterelnök között aláírták a lateráni egyezményt. Ekkor határozták meg Vatikán város területének határait. A Vatikán és a náci Németország közötti kapcsolatot a 20. század első felében az 1933-ban kötött konkordátummal lehet jellemezni. Ez bizonyos kölcsönösen előnyös megállapodásokat írt elő. Idézhetjük Franz von Papen német államférfit és politikust is, aki részt vett ennek a szerződésnek az aláírásában. A harmadik birodalom, mondta, az első hatalom a világon, amely nem csak elismeri, hanem meg is valósítja a pápaság magas elveit. És Alojzius Stepinak horvát bíboros még Hitlert is Isten küldöttjének tekintette. Walter Schellenberges standártábornok nyilatkozata is figyelemre méltó. Emlékirataiban visszaemlékezett. Himmlernek volt a legnagyobb könyvgyűjteménye a jezsuita rendről. Évekig éjjelente tanulmányozta ezt a hatalmas könyvtárat. Ezért az SS szervezetét a jezsuita rend elveire építette. Ennek során a rend alapszabályaira és Loyolai Ignác írására támaszkodott, tehát a legfőbb törvény az abszolút engedelmesség volt, a feltétlen engedelmesség minden parancsnak. Az SS vezetésének felépítése a katolikus egyház hierarchikus rendszeréhez hasonlított. Milyen volt a Vatikán és Hitler viszonya a II. Világháború alatt? Erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz. De a vita nem csillapodik. Amit azonban 12. Pius pápa biztosan nem tett, az az, hogy nem ítélte el nyíltan a holokasztot, a zsidók koncentrációs táborokban történő kiirtását. Ma a Vatikán nem csak a legfelsőbb egyházi vezetés székhelye, hanem egy több milliárd dolláros koncern, saját bankkal, a különleges szolgálatok kiterjedt hálózatával, több százezer katolikus plébániával, ingatlanokkal szerte a világon és számos alárendelt renddel, a belső struktúrában és óriási befolyással a nagy politikában. A modern Vatikánt fenségesség és titokzatosság övezi. Senki sem tudja, mit tárolnak a titkos archívumaiban. Még a vagyonára vonatkozó becslések is legalább többszörösen eltérnek, komoly szakértők 1 és 6 milliárd euró közötti összegeket említenek. Ha komolyan lehetne beszélni a vatikáni múzeumok és könyvtárak kulturális kincseinek becsléséről, akkor az legalább 500 milliárd dollár körül lenne. A média olyan információkat említ, hogy a Szentszéknek világszerte mintegy 5000 ingatlana van. Avro Manhattan báró történész 1983-ban megjelent Vatikáni milliárdok című könyvében érdekes tényeket közöl a pápai befektetésekről. Ugyanakkor a katolikus egyház kivételes adókedvezményekkel rendelkezik. És úgy tűnik, hogy a Szentszék évszázados küzdelem után elérte a hatalma csúcsát. A legfőbb pápa a történelem leggazdagabb pénzügyi szervezetének vezérigazgatója lett. De most ezek a végső idők, és ezeket a titkok feloldása, a mítoszok leleplezése és a hazugságok álarcainak letépése jellemzi. És megjelenik előttünk az igazság, bármilyen kellemetlen és szörnyű legyen az időnként. Azért tárul elénk, hogy tudatosabb döntéseket hozhassunk. A mai világban a Vatikán és a botrány kifejezések szinte szinonimákká váltak. Az elmúlt 40 évben a média és az internet fejlődésével számos olyan botrányos eseménynek lehettünk tanúi, amelyek teljesen elütnek a Vatikánról és a pápáról, a fejünkben ránk erőltetett szentképtől. Mostantól senki sem fukarkodik a hangzatos botrányos címlapokkal. Csak néhányat megemlítünk. Homoszexualitás.
Gyermekek eltemetése katolikus templomokban Kanadában és Írországban. A fiúk kasztrálásának gyakorlata az egyházi kórusokban. Ingatlan botrányok. Vatikáni bank és a Vatilex botrány, kiszivárgott dokumentumok. Pénzmosási csalások, maffia kapcsolatok, mérgezések, gyilkosságok, rituális emberáldozatokról szóló pletykák, szentélyavatás pénzért, politikai játszmák és még sok minden más. Mindegyik pontról külön filmet lehetne készíteni. De ahogy ígértük, nagyon röviden kitérünk a hivatalosan elismert és megerősített tényekre. A Vatikáni Bankot 1942 óta vallási ügyek intézetének nevezik. Maga a bank már egy rejtély. Továbbra is a világ egyik legzárkózottabb pénzintézete, nem csak hogy nem mutatja be a könyveit és nem ad számlát, de még a bank szót is elvi alapon kerüli. A vele kapcsolatos legnagyobb botrány az utóbbi időkben Gianluigi Nuzzi újságíró, Vatikán SPA, a című könyvének megjelenése után robbant ki. Nuzzi dokumentumokat tett közzé Renato Dardozzi Monsignor archívumából, aki az 1990-es évek elején az IRD, Vatikáni Banknak, a bizottságában szolgált. Dardozzi nagyon csalódott volt a látottak és a megtudottak miatt. Összegyűjtötte a dokumentumok archívumát, elrejtette őket egy svájci hegyi kunyhóban, és halála után végrendelkezett a közzétételükről. Maga az archívum 4000 dokumentumból állt, levelek, bulletinák, jelentések, mérlegeléseket, jegyzőkönyvek, számviteli jegyek, fordítások és a Vatikán legfelsőbb hatóságainak levelei. Dardozzi 2003-ban hunyt el. A könyv hamarosan bombahatást keltett fel. A közölt dokumentumokból kiderült, hogy a bank kapcsolatban állt a maffiával, illegálisan finanszírozott egy politikai pártot, és vesztegetési csalásokban vett részt. És természetesen hatalmas pénzösszegeket mosott tisztára. A Vatikáni Bank pénzügyi és vállalkozói tevékenységének edi egész garmadája volt. Van egy olyan verzió, hogy első János Pál pápát alig egy hónappal 1978-as megválasztása után megmérgezték, mert teljes körű ellenőrzést akart végezni a Vatikáni Bankban. A katolicizmusban speciális bizottságok és a pápa döntő szavazata határozza meg, hogy halála után ki kapja meg a szentséget. A pápa döntése alapján bárki szenté válhat. Elég csak megnézni a Ferenc által egyedül 2013 óta tartó pontifikátusa alatt szentélyavatott emberek listáját. A pápa 9 év alatt 911 embert avatott szenté. A szentek valóságos gyárát. Még szomorúbbá válik, ha megtudjuk, hogy a szentélyavatási folyamat a szentszéknél minden valószínűség szerint megvásárolható. Gianluigi Nuzzi az új, Kereskedők a templomban, című könyvében lerántja a leplet a folyamat pénzügyi hátteréről. Elmondása szerint a boldoggá avatandó jelölt jelölésekor az első lépéshez 50 ezer eurót kell fizetni, plusz 15 ezer eurót a járulékos költségekre. A teljes több lépcsős folyamat kifizetései átlagosan elérik az 500 ezer eurót, ami magában foglalja a kenőpénzeket is az egyházi tisztviselőknek, akik eldöntik, hogy egy jelölt méltó-e a szentélyavatásra. Azt is írja, hogy a rekordköltségek elérték a 750 ezer eurót. Azonban álljunk meg egy pillanatra. Mit jelent egy földi ember számára, hogy valakit szentélyavatnak? Próbáljuk meg egy kicsit tisztázni a helyzetet. Egy ember azáltal válik szenté, hogy betöltekezik a Szentlélekkel. Ez kemény, hosszú és általában sok éves, önmagán végzett munka eredménye.
Ez önmagunk megismerése, állati természetünk legyőzése, az elme irányítása, a gondolatok fegyelmezése, és mindenek előtt a Szentlélek elnyerése és a belső szeretet ápolása. Erről beszélt Jézus, és erről beszéltek az igazi szentek. Ez a lelki világ szolgálatának eredménye. Ez az ember belső, mély átalakulása élete során, amelynek köszönhetően megtörténik a lelki felszabadulás az anyag rabszolgaságából. És persze ezt semmilyen persze pénzzel nem lehet megvásárolni. Ezt nem lehet megvásárolni semmilyen vallási szervezetnek nyújtott érdemmel. Ehelyett azonban továbbra is olyan újságcímekkel találkozunk a világvezető médiumaiból, amelyek enyhén szólva is megdöbbentőek. Sokan azok közül, akik hűségesen szolgálták a pápaságot, kiérdemelték a szentélyavatást. Nevüket kőbe vésték, képüket márványba faragták vagy ikonokon ábrázolták, és emléküket megőrizték a jövő nemzedékek tiszteletére. Azok önök közül, kedves nézők, akik tudják, mi az a név és a kép, és mit jelent a halottak tisztelete, jól megértik, amit az imént mondtam. És hogy milyen szentek gyáráról beszélünk itt. Azoknak pedig, akik érveinket nem találják meggyőzőnek és előítéletesnek, javaslom, hogy nyissanak még egy lapot a legmagasabb katolikus klérus történetében. Felhívom figyelmüket a püspöki felelősségvállalási misszió nyílt könyvtárára. Ez a legnagyobb nyilvános adatbázis, dokumentumok, túlélők tanúvallomásainak, oknyomozó jelentéseknek és médiatudósításoknak a digitális gyűjteménye. A könyvtárat 2003-ban alapították. Az 1950-től napjainkig terjedő időszakot öleli fel. USA, Argentína, Chile, Írország, Mexikó és Haiti. A teljes gyűjteményük, beleértve azokat az aktákat is, amelyeket most készülnek kiadni, összesen 1,5 millió oldalt tesz ki. Ez a dokumentáció sokak számára sokkoló lesz. Az elmúlt 70 évben csak az USA-ban 7000 papot vádoltak meg kiskorúak bántalmazásával. És mi minden történt a világ más országaiban? Sokan megkérdezik, miért tették és miért teszik ezt továbbra is? Erre a kérdésre részletes válaszunk van. De ez nem ennek a konferenciának a témája. Ezek nem mindig véletlenszerű gyengeségek voltak. Mögöttük rituálék és hatalomra és a tekintélyre való törekvés áll. De hol vannak ezek a gyerekek? Hogyan alakult a felnőttkori sorsuk? Szerették-e Istent ezek után? Okok és következmények. Ma már látjuk a következményeket. Sokakban felmerülhetett a film megtekintésekor a kérdés, miért mutattuk be ilyen egyoldalúan a képet, miért festettük negatív színben a pápaságot, miért csak kirívó történelmi tényeket választottunk és mutattunk be. Először is, mert ezek az egyetlenek a láthatáron. Másodszor, ön belegondolt már abba, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Hiszen nem véletlenül a világ legkisebb szuverén államát övezi a legtöbb titok. Harmadszor és végül, valójában sok minden van, amit nem hangoztattunk. Az intoleranciába és totális hazugságba fulladó világot nézzük, egy olyan világot, amely szó szerint a szakadék, az erkölcsi hanyatlás és a teljes pusztulás szélén áll, és nem nehéz megérteni, hogy miért fordultunk rossz irányba. Emberi lényekként minden tekintetben degradálódunk. Válaszoljunk ma őszintén önmagunknak. Ilyen lenne a világ, ha mindannyian Jézus nyomdokaiba lépnénk. Aki nem volt érdekelt a pénzben, a hírnévben vagy a hatalomban. Ő az igazságot hozta a világba és adta át az embereknek. És ezt nagyon egyszerűen meg lehetett érteni, senki sem lehet felsőbbrendű vagy alsóbbrendű.
Egy embernek nem szabadna hatalommal rendelkeznie egy másik ember felett. Mindannyian egyenlőek vagyunk. Szeressétek Istent teljes szívből. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ne aggódj az anyagi dolgok miatt. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Tégy úgy másokkal, ahogyan azt szeretnéd, hogy veled tegyenek. Ha a pápaság történetét nézzük, nem tudom, önök hogy vannak vele, de én személy szerint a legcsekélyebb összhangot sem találom mind ebben azzal, amit Jézus Krisztus tanított. A Péter és a mögötte állók által lerakott mag, Szodomá és Gomorrává sarjadt. Ha az ember a múltat nézi, akkor egyértelműen arra a felismerésre jut, hogy ez egy 2000 éves út volt a pokol felé, vagyis a sötétség kora, hiszen mindazok, akik közvetlenül vagy közvetve követték a pápákat, a fizikai test halála után a pokolba kerültek. Jézus azonban azt mondta, én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. Az ablakokon kívül most a végidők vannak. Tehát kit követünk ma, kedves barátaim? És hová? Ezeket a kérdéseket nagyon komolyan el kell gondolkodnunk.